Na, sziasztok! Ez itt egy PvP map, amit én csináltam, mint Cserszkit, és itt van velem az egyik ismerősöm, Z3, na, Zero, 111. Sziasztok! Húha, napot kéne csinálni. Szóval itt az a lényeg, hogy kiveszünk innen 3 aranyingotot. Ide bedobjuk, ez csak a nézőknek szól, aki nézni akarja majd a PvP-t, mert ez multiplayer-re lesz számva. Az a lényeg, hogy itt ide bedobod azt a 3 aranyrudat, és akkor meghúzod az egyik kart, és én kaptam. Na, ott van, ja. És amilyen szintet kapsz, például, mert most kaptam a követ, akkor húzd meg te is már az egyiket, és visszakapcsolom. És akkor te miért kaptál? Tíz. Na, akkor gyerünk. Ja, itt az ajtó, ez ilyen kis érdekesség. Nyílj ki. Ez itt a PvP mapnak a részlegessége. Na szóval, aki kapott jegyet, mint a Márknak, ott a legfelső szinten van a tégláknak a helye. Én nekem pedig itt lenne a helyem, hogyha a PvP-znek, és innen tudnám nézni a betűt. Na szóval, a gladiátoroknak az a lényege, gyere le Márk. Gladiátoroknak az a lényege, hogy bemegy az egyik szembe lévő szobába. Ahogy látjátok, ott van az egyik, a másik pedig ott. Az egyik bemegy ide. Jó, akkor én bemegyek ide, a Márk pedig oda. Piszta. Na szóval, igen, a piszta. Húzza, jó, meg akar. Hát itt nincs semmi kar. Nem baj, a piszton az segít neked. Azt mondja, hogy ugye ide bejöttök. És ki akkor, az ki két klassz? És akkor ki kell választanod. Ilyaz? Egy embernek egyfajta, egy darab kasztja lehet. Mint ahogy ide van írva, hogy így, úgy, amúgy, stb. És akkor itt van az, hogy íjász, mindenki egy-egy tárgyat vehet ki, hoppá, ezt ide nem kellett volna, de most már mindegy. Mindenki egy tárgyat vehet ki, aki íjász, az kivesz magának egy sisakot, egy kardot, rész esetére, egy cipőt és egy ürtet. Kivesz magának egy nyilat, egy hozzátartozó íjat, egy ilyet, és egy ilyet. Jó, hát ezt majd bővíteni kell még természetesen. A potigőzők nem úgy állnak, ahogy kellenének. Fölveszem most a felszerelést. A Márk is szerintem meg fogja tenni a mindjárt, hogy megmutassuk, hogy ez hogyan fog működni, ez a PvP-s dolog. Hoppá, egy cipőt nem vettem ki. Aha, nem is raktam ide be. Várjunk csak akkor, hogy most már hozzá is teszem. Pár ilyet. Igen, most bedobált. Na szóval, és akkor amikor elkészült mind a kettő játékos, akkor mondja, hogy elkészültem, kiírja a PM-be, hogy elkészültem, és akkor az, aki elkészült, az amikor akar, akkor szól, és akkor amikor kedvük van, akkor kiindulnak a helyszínről. Úgy lehet, hogy nincs beállítva a PvP mód, de minden nem baj. Ide kijön az ember, itt a nézőközönség, és akkor csak lehet ütni egymást. De szerintem nincs benyomva a PvP mód. De hogy nincs. Kreatív vagy nyom ki. Kreatív? Nem vagyok kreatívba. Ajjajjajjaj. És akkor látjátok, itt PvP-zni lehet tök nyugodtan. Úgyis jó, hogy árcsen vagyok. Ah! Ez így nem lesz jó. Ó. Lesoroztál. Ez már jó is esett. Azt hozzáadottam a strike pontot, na ne már! Úristen! Na mindegy, látjátok, ez a lényeg benne, hogy nyerni kell, mit tudom én, és akkor aki nyer, az nyer. Mit tudom én, lehet fogadni akármibe, hogy ő ezt kapja, azt kapja. Az szép. Kicsit bebugoltam, soha nem probléma. Azért, hogy ez a PvP mapot nyugodtan letölthetitek, elérhető lesz az saját csatornámon ez a videó, aki akarja megtekinti, és annak köszönjük szépen. Sziasztok!